emlékeztető, gondolatébresztő képsorokból, riportfotókból, régi plakátokból, mint több szociófotókból is álló kiállítás vezette fel a bukovinai gyökerű székelyek szokásos nagy nemzetközi világtalálkozójának állandó magyarországi helyszínről szolgáló bonyhádi rendezvényt. 30 éves jubileumához érkezett az idén a nemzetközi találkozó. És ebben Bonyhád nem csupán egy helyszín, hanem a katalizátor szerepét tölti be, mint a székely népcsoport magyarországi fellegvára, nem ok nélkül, ugyanis itt él a legtöbb bukovinai gyökerű székely ember. Mi bonyhádiak nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a fesztivál magyarországi helyszíne a városunk, és igyekeztünk mindent megtenni annak az érdekében, annak a sikernek az érdekében, hogy ez a hétvége is nagyon jól sikerüljön, hiszen 30. jubileumi fesztivál lesz a mostani, és már év elejétől készültünk erre, és szervezzük, nem csak maga az önkormányzat vállalt ebbe szerepet, nem csak szervezőként, hanem támogatóként is, hanem természetesen a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége elnök úrral és a sok-sok segítőivel, munkatársaival. A bonyhádi kötődésű, ma már a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád feletté büszke arra, hogy tevékeny részese lehetett annó ennek a népcsoport megmaradásának kultúrája továbbvitelét szolgáló nagy hatású háromnapos rendezvénysorozatnak. A bukovinai székelység bár szét van tagolva, hiszen Dél-Erdélyben, az Aldunánál, Szerbiában, Vajdaságban és Magyarországon élünk, de a mi csoportjaink is ez alkalomból tudnak találkozni, tehát itt vannak a határon túliak közül Marosludasról, Csernakeresztúrról és Pancsováról is. A bukovinai gyökerű lengyelek és ukránok részvétele teszi igazán európaivá, nemzetközivé a fesztivált. Bonyhád innét is választott már magának testvérvárost. A bukovinai lengyelek központja Jászrovi, illetve Pila, és Bonyhád a testvérvárosa 2005 óta Jászrovinak is. Ennek látványos eleme a bonyhádi találkozó második napján sorra kerülő, várva várt felvonulás. Gyönyörű népviseletek, az aszfalton rögtönzött zenés-táncos bemutatók, gyerekek és felnőttek lélekben is összekapaszkodó együttes jelenléte. Szemkontaktus az útszélén őket nagy szeretettel, követő és nagy érdeklődéssel fogadó emberekkel. Erről indult az egész dolog, a Bukovina Fesztivál, hogy valamikor Bukovinában együtt élő népek közös találkozója legyen, és azokat az értékeket hozzák, amit még valamikor együtt élve megéltek. Természetesen azóta már felnőttek, meg meghaltak sajnos azok az idősek, de úgy gondolom, hogy pont ez a lényeg az egésznek, hogy mindig tovább tudjuk örökíteni azokat, amiket őseinktől kaptunk. Lengyelországban kezdődött, Bonyhádon folytatódott, és vissza van még Ukrajna és Románia az idei programból. Vannak az egyes helyszíneken visszatérő, várva várt népszerű csoportok, de új fellépők megjelenése adja a változatosságot minden évben a bukovinai székelyek határokat, országokat átívelő nagy nemzetközi találkozóján.